Kezdjük egy olyan kérdéssel, ami az előadásnak a címe. Mit jelent az én márka önök szerint? Önkifejezés, nagyon tetszik, nagyon jó ötlet, kiváló, mondjanak még jó ötleteket. Még nem tudom a neveket, ígérem, meg fogom őket tanulni, és akkor már név szerint fogok szólongatni. Engem Balog Adriennek hívnak, én most jelenleg főállású magyar vagyok. Egyébként a végzettségem a szabad bölcsész, amit az ELTE-n végeztem el. Képzésre pedig azért jelentkeztem, mert egy remek lehetőségnek gondolom, mert én azt tettem észre, hogy a roma lányok, a roma nők azok, hát hogy is mondjam, finoman el vannak nyomva a mai társadalomban, és nem sok olyan képzés van, ami lehetővé teszi számukra, hogy megmutassák magukat, illetve a tehetségüket, és én mindenképpen szerettem volna egy kicsit ilyen úttörő lenni ebben a képzésben. Azért tartottam fontosnak, hogy ide jöjjek, mert egyrészt fantasztikus a közeg, nagyon inspiráló, nagyon örülök, hogy ilyen klassz lányokkal vagyok együtt, nagyon sokat tanulok, és azt gondolom, hogy ezt jól fogom tudni hasznosítani ezekben a programokban, illetve általában abban a képben, amit magamról szeretnék kialakítani, nem magam miatt, hanem azért, hogy egy példát mutassak másoknak a szociális tevékenységre. Azért jöttem már a képzésre, már szeretném bemutatni a roma példaképeket a kultúrájukba. Mire jó az én márka? Olyan lehetőségekhez juthatunk, amik anélkül nem tudnánk semmiképpen sem elérni. De szerintem nagyon érthető, nagyon látványos. Az, amit akkor mondanak rólunk, amikor átadjuk a teret. Ben, egy nagyon erős eszköz, egy nagyon erős pajzs tud lenni az én márka. Na ezt fogják ma megkapni ezen az előadáson. Ebben a következő másfél órában egy erős én márkát szeretnék önöknek segíteni, kiépíteni. No, ki lesz a bátor vállalkozó, aki elmondja az első tulajdonságot, ami elsőnek eszébe jutott magáról, és az utolsó? Első tulajdonságunk közül az első az, hogy kitartó vagyok. Kitartó? Az első az őszinteség. Őszinteség, jó? Igen, az utolsó az a határozat. Első helyre szemet írtam. Szép szeme van, ez föl is tűnt, igen. Köszönöm. Azért jöttem ide, mert szeretném a médiában kialakult roma képet megváltoztatni. Most egy magánkórházban dolgozom,
és mellette van egy saját márkám, egy kis vállalkozásként, és azért jöttem ide, hogy hogyan tudnám abban megmutatni a roma vonalat, a roma témát. Azért választottam ezt a képzést, és azért jelentkeztem erre a képzésre, mert nekem mindig is fontos volt a romák reprezentációja, és emellett nagyon fontosnak tartom azt, hogy a roma fiatalok és a roma emberek hangját is lehessen hallani. Én azért jelentkeztem erre a képzésre, mert érdekelt, hogy milyen egy influencernek az élete, és miket kell tudni róla, és így az az egész téma érdekelt. Mindenkit láttátok, négy kalapba rakunk bele. Magyarok, cigányok, svédek, olaszok. Ki találkozott személy szerint svéddel? Olasszal? Mit tudunk róluk? Olaszokról? Szenvedélyesen. Szeretik a bort. Szeretik a bort? Szépen. Milyenek a magyarok? Mit tudunk a magyarokról? Dobjuk össze, milyenek a magyarok? Milyenek? Túlélők a magyarok. És ők milyenek a magyarok? Spórolósak. Távolságtartóak. Ridegek. Még azt is mondanám, hogy bunkók egy kicsit. Igen, amúgy nagyon sok gonosz ember van. A romák média képén egy kicsit változtatni, javítani. Utaglaltak ki szerintetek? A képén. A pénzért szülnek. Pénzért szülünk, igen. Meg eladjuk a szavazatunkat egy zsák krumpliért. Igen, ez a régió is fogyom valami. Lopnak, igen. Hazudnak. Hazudnak? Ki milyen roma csoportból származik közül? Olá, cigányok, tegyék fel a kezüket. És azon belül tudjátok még, hogy milyen a csoport? Rumugró. Kivesszük az egy kalap alól, az egyén. Pont az a lényeg. Visszatérve még a dologra, tehát engem ez motivált, hogy amit a többségi médiából tudhattunk, és média és sajtójoga a szakterületem. A egyetem kikerülése után 10 néhány évig a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodában dolgoztam. Én Gudó Katalin vagyok, jelenleg tanuló, Debrecenben tanulok, és Tiszanánáról származom. Igazából, nem tudom, a mentorám érdekel, és engem is ez a folyamatos fejlődés, kipróbálom magam különböző helyzetekben, és mentálhigiéni is érdekel, azt is most így párhuzamosan végzem, de egyébként tanárként végeztem, és ez a tudás továbbadása. Ez még fontos az életemben. Én Melissa vagyok, így szeretném, hogyha szólítanátok. Én jelenleg egyetemista vagyok, még gazdálkodás és menedzsmentet tanulok. Nem szeretem, nem az én világom. Engem a kíváncsiság hozott ide, és a tanulás vágy, mert tényleg érdekel, hogy mi van a dolgok mögött, mert nagyon szép látni Instán egy képet, de úgy igazán kíváncsi vagyok, hogy mégis mi van mögötte. Én közgazdászként végeztem, bár nem tanulok. Jelenleg a Fornál dolgozom pénzügyesként, és én azért jelentkeztem ide, hogy egy kicsit kilépjek ebből a racionális világból, és egy kicsit a boxon kívül mozogjak. Én inkább ilyen megosztás céllal
hogy valami értéket megosztani a többségi társadalommal, és egy kicsit a sztereotípiát rombolni. Én egy kicsit ezért vagyok itt, és ebben a témában szeretnék mozogni. Azért választottam ezt a... Azért jelentkeztem erre a képzésre, mert rengeteg célom van egyébként, rengeteg tervem, és remélem, hogy ez mind összejön, és tényleg azért tudunk akár példaképek is lenni, ugye, amit írtam is a jelentkezésbe, és igazából ezt szeretném így. Nekem a végzettségem az pedasszisztens és családsegítő munkatárs, amiben sajnos még nem tudtam elhelyezkedni, viszont itt dolgozok a Kettanipa Egyesületnél, ahol jelenleg nagyon jól érzem magam. A Lillával. Lilla. Szintén ide jár. Naboda Lilla vagyok. Hello, Lilla. Szintén itt dolgozom a Kettanipa Egyesületben, amúgy romológus végzettségem van, és jelenleg szociális munkát tanulok. Sziasztok, jó napot, Kovács Desdemona vagyok, Mátéjon élek, nemzetközi kapcsolatokat tanulok a Szegedi Jogi Karon, ez az utolsó évem. Szakdolgozati témám az a kibervédelem, kiberbűnözés, cyber security, nemzetközi szinten mesterképzésre fogok tovább menni, ugyanezen a szakon nagyon érdekelnek a regionális kisebbségi politikával kapcsolatos dolgok. Most Brüsszelben gyakornoki pozícióra egy 11 hónaposra leadtam a jelentkezést, de még versenyeztetés van, tehát az nem biztos, hogy összejön, de az is egy regionális roma felzárkóztatással foglalkozó dolog. Sok programot ők finanszíroznak, amik itt is megjelennek. Bio alapanyagokból készítek újszülött babáknak játékokat. Wow. És szeretném valahogy a roma témát bevinni az egészbe, és egyébként a storytelling az erről szól az én részemben. Az első benyomás az, amit egyébként felületesen tesztünk külsőre, viselkedés alapján, és hát ugye ebben még hozzájön a külsőben egyébként a gesztik, tehát a metakommunikáció. De ez olyan mértékben sül be tényleg a retinánkba, hogy van is ennek egy ilyen önfenntartó mechanizmusa, hogyha ismeritek, hogy hogyan működik, mire lehet számítani, akkor mindezt, akár egyébként az önazonosságot, akár azt, hogy mennyire teszitek ki magatokat, akár hogy pontosan tudtok beszélni, magatokat jól tudjátok reprezentálni, irányítani tudjátok azt, hogy milyen tartalmat szeretnétek, jól tudjátok tervezni, és hát ez a kulcsa, ez egy melós cucc. Iskola, munkahely, mindig minden megtettem, hogy elfogadjanak, szeressenek, ami ahhoz vezetett, hogy kiszolgáltatottá váltam, és bántottak is, én pedig hangos voltam, de nem határozott, megfontolt vagy következetes. Arra jutottam, milyen dolgokról, tapasztalatokról többet is lehetne beszélni. Milyen megoldást látok, fel kell nőni a feladathoz, meghúzni a határaim, sokkal jobban figyelni másokat, nem a szavaikra. Elővigyázatosnak kell lenni, de mindeközben önazonosnak marad. Az influencerség lényege a hitelesség. És a hitelesség az interjú készítésnél is nagyon-nagyon fontos, hogy mindketten legyünk érdekeltek, ezt együttműködési attitűdnek hívjuk, és bármilyen kis mértékben, de igenis szükség van erre az együttműködési készségre, különben nem jön létre egy jó beszélgetés, egy jó interakció. Aztán az interjú szituációról van ez a bizonyos warm-up, tudod, amikor a cica itt fölmelegszik a fűtőtesten, tehát amikor egy kicsit bemelegíted az interjú partnert. Amikor riporter vagy, az mit jelent a riporter? Az azt, hogy ott van, és ő a szeme, aki közvetíti az eseményeket, a krónikás. Hát ebben akár meg sem kell szólalnia, mert hiszen a szereplők beszélnek, de azért ne tűnjünk el teljesen a háttérbe, azért mindig éreztessük, hogy mi ott vagyunk. A mai órán alapvetően az én rezortom és az én feladatom lesz az, hogy egy kicsit arról beszéljünk, hogy hogyan tudjuk bővíteni azt a fajta influencer portfóliónkat, amit jelenleg összeraktunk. Elképzelhető, hogy az interjúmat mondjuk csak egy 200-300 ember fogja olvasni, vagy meghallgatni, vagy megnézni, attól függ, hogy milyen interjút készít valaki. De hogyha az a 200-300 ember utána az interjúk alapján megváltoztatja a döntéseit, máshogy áll az adott témához, valami új dolgot kap belőle, akkor sokkal többet fogunk elérni azon a téren, hogy valakit mi befolyásoljunk, valakit mi ténylegesen influenszáljunk, tehát ténylegesen megváltoztassuk a véleményét, mint hogyha elolvasná 10 000 ember, akiben mind a 10 000 azt mondja, hogy
Hát. Oké, ez egy interjú volt. A legtöbb ember abban szokott belebukni, amikor nekiáll influencerként dolgozni, hogy kiváló minőségű képeket gyártok, meg podcasteket, meg videókat, meg minden egyebet, de sajnos senki nem fogja ezeket ténylegesen látni a későbbiekben. Itt tartalomgyártásról fogunk ma beszélni. Nem térünk ki arra feltétlenül, hogy érdekesítse az ember az Insta felületét, bár ha érdekeltiteket, abban is baromi jó vagyok, mert annak ellenére, hogy nem vagyok egy szexi és fiatal férfi vagy nő, mégis azért tudok pénzt keresni az Instán keresztül, úgyhogy ha valakinek az a célja, hogy Insta sztár legyen, akkor talán még abban is tudok segíteni. Az influencereket senki nem szereti. Maguk az influencerek se szeretik az influencer szót, ugyanis a közönség oldaláról most már azért felismert tényező, hogy az influencer egyszerűen csak árulja a nézőit, és nem foglalkozik velük. Mi ezzel szemben a tartalomgyártó? A tartalomgyártó az, aki valamilyen készítmény, valamilyen videó, vagy ez lehet akár TikTok, lehet akár YouTube, vagy valamilyen szöveg, képek áradata, stb. Valamilyen tartalmon keresztül válik értékessé a nézői számára. Miért jó tartalomgyártónak vagy influencernek lenni? Nos, őszintén azt tudom nektek mondani, hogy ez alapvetően egy önkifejezési eszköz az a szakma. Ha van valami témátok, van valami üzenetetek, amit nagyon ki szeretnétek tolni a világba. Hogyha van valami bennetek, ami nem fér el bennetek, és fontos, hogy kikerüljön belőletek, akkor kell ezt a szakmát választani. Hogyha van egy terület, van egy igazság, van egy történet, amit nem mesél el senki, de te képes vagy rá, akkor kell ezt a szakmát választani. Vagy hogyha egyszerűen csak élvezed, hogy más ember nevet azon, amit csinálsz, akkor ezt a szakmát kell választani. Itt azért mutatnám ezt meg, hogy lássuk azt, hogy mit jelent az, amikor mondjuk távolról fényképezünk ugyanezzel a dologgal egy álló alakost, hogy például itt van ő, ugye, amikor azt jelenti, hogy kb. 200 méterre van tőle, és itt van az, amikor egy nagy látószöggel fényképezünk. Most képzeljük el azt, hogy ott vagyunk, ahol ő, elővesszük a telefonunkat, és körülbelül ezt látnánk az illetőből. Attól függően, hogy honnan jönnek a fények, ugye az arcnak teljesen meg tudjuk változtatni a karakterét. Általában a főfény nekünk kicsit föntről jön mindig, 45 fokban. A horrorfilmeknek például az a tulajdonsága azért ijesztő, mert hogy a fényforrás lentről jön. És ez számunkra szokatlan, hogyha lentről van egy arc megvilágítva, mert ilyen horrorisztikus hatást kelt, ugye? És legtöbbször semmi másról van szó, mikor egy film így manipulál bennünket érzelmileg, egy ilyen thriller, vagy ilyen ijeszgetős film, hogy a fény, amit használnak, alulról világítja meg az arcot, és már is ilyen ijesztő, mert az emberi agy számára a természetes fény, az a nap, az mindig fölülről jön, az mindig 45 fokban van, és gyakorlatilag az már nem természetellenes az ember számára. Sabina, mondanál néhány szót arról, hogy milyen volt az első tanfolyam? Nekem nagyon sokat segített, mert hát amíg nem volt ez a képzés, én mindig azon gondolkoztam, hogy nagyon sok kézműves van, tehát hogy akik árulják a terméküket, és nem nagyon tudtam elmondani, hogy mitől lehetnék én más, vagy különlegesebb, mint ezek a márkák, és szerintem ennek a képzésnek a segítségével így sikerült ezt így megtalálni, ezt az utat, és köszönöm szépen. Nekem nagyon tetszett külön az, hogy ilyen interaktív, élménygazdag volt, tehát, hogy így minket is bevontak, illetve most is azok a külön személyre szabott megjegyzések, észrevételek, amik tényleg is specifikusan nekünk szólnak, hogy mire figyeljek, Szabina mire figyel, ha az ő projektjében szeretne ő előre haladni, és ezek szerintem nagyon sokat adtak nekünk. Influencer, vállalkozó, tanár, vagy bármi más akkor lesz az ember, amikor el tud kezdeni ténylegesen csinálni dolgokat. Engem nagyon-nagyon lelkesített a csapat, ez az elköteleződés, a felelősség tudat ugye a roma kultúra iránt, szóval ez nekem nagyon nagy élmény volt mindvégig. A Roma Influencer program hallgatói nem csak biztatást kaptak, hogy indítsák el ezt az Én Márka Építő programot, amelyhez segítséget tudtunk nekik adni, hanem kaptak egy közösséget is. Én azt gondolom, hogy mindannyian sokat dolgoztunk, és a mi részünkről
a legjobb tudásunk szerint igyekeztünk adatot, információt és szaktudást átadni, a hallgatók pedig behozták azt a fajta elkötelezettséget és az ügynek a szeretetét, ami nélkül egyébként semmi nem lenne lehetséges. De ez mindig olyan nagyon jó, amikor szinte egy ilyen saját kis gyermekként az ember így formálgatja, meg segíti fejlődni a képzést vagy a programját. Nagyon várjuk, hogy mi lesz a következő fél évben, hogy mit tudunk még adni.